Üdvözlöm kedves nézőinket, Lipták Péter vagyok, önök a Bonyhádi Naplót látják. Lássuk, mi fért mai magazinunkba. Idén először ült össze a Bonyhádi képviselőtestület. A Perccel szülőház körüli arborétumot bemutató könyv készült. A Bonyhádi Könyvtár újonnan induló klub foglalkozása nem a könyvekről szól. A 100 éve született helytörténészre emlékeztek. 4 növendék szólaltatta meg hangszerét a télzenei eseményen. 2022-ben először ült össze a Bonyhádi képviselőtestület. A városvezetés többek között megtárgyalta a Völgységi Önkormányzatok Társulásának az évre vonatkozó költségvetési javaslatát, illetve a település rendezvényterve is elfogadásra került. Filóné Ferenci Baja polgármester reménykedik abban, hogy a járványhelyzet pozitív irányba alakul, és minden programot meg tudnak idén valósítani. Megtartotta idei első képviselőtestületi ülését Bonyhádváros önkormányzata. Filóné Ferenc Ibolya polgármester elmondása szerint, ahogy minden év januárjában, úgy most is elfogadták az önkormányzat rendezvénytervét. A település vezetője bízik abban, hogy 2022-ben számos olyan közösségi eseményt tudnak szervezni a helyi civil szervezetekkel és intézményekkel közösen, amely a bonyhádi lakosok örömére szolgál, és azokon minél többen részt tudnak majd venni. Az elmúlt évben sajnos nem erről szólt az életünk. Bízom abban, hogy az oltásoknak köszönhetően és a különböző járványhullámoknak, most már nem tudom, hanyadik hullám után ha túl leszünk, akkor ebből a szempontból egy könnyebb évet tudhatunk majd magunk mögött. Mi úgy készülünk ezekre a programokra, hogy bízunk benne, hogy valamennyi meg tud maradéktalanul valósulni, és remélem, hogy a járványhelyzet nem szól közben, hogy ezek megvalósulhassanak. A képviselőtestület szintén megtárgyalta a Völgységi Önkormányzatok Társulásának 2022-es évre vonatkozó költségvetési javaslatát. A társulásban 25 település, Bonyhád járás valamennyi települése részt vesz, részben kötelező feladatok megvalósításában, részben pedig az önkormányzatok által vállalt feladatok közös megvalósításában. A költségvetés az szerkezetében, tartalmában, illetve a tagok feladat vállalása tekintetében semmiféle változás nem tartalmaz. Fontos kiemelni azt, hogy az idejében sem rendelkezik a társulás rosszabb költségvetési koncept, vagy kondícióval, mint az előző évben. Kiemelendő egy változás, illetve a dolgozókat érintő bérfejlesztés, amely valamennyi dolgozót érint a gondozási központ feladatellátásában. A hozzá szükséges központi források egy kormányrendeletben biztosítottak, ezáltal az önkormányzatoknak külön hozzájárulás fizetési kötelezettsége nem keletkezett. Az önkormányzatok fizetési kötelezettséggel mindössze 2 esetben érintettek. A többiek tekintetében a feladatellátás és annak finanszírozása központi forrásból megoldható. A társulásnak ugyanúgy, mint az önkormányzatoknak február 15-ig kell elfogadniuk költségvetésüket, és annak érdekében, hogy ezt valamennyi település el tudja fogadni, már most az önkormányzatok rendelkezésére bocsájtottuk. A Völgységi Önkormányzatok Társulása intézményi feladatellátása a Bonyhádi Gondozási Központ keretében valósul meg. Valamennyi feladatot ez az intézmény látja el. Az intézmény 64 dolgozóval rendelkezik, valamennyien részesültek az idejében bérfejlesztésben. Ennek mértéke 20%-os, amely különböző forrásokat, illetve különböző bérelemeket is érintett. Ez a központi forrás rendelkezésre áll a 8/2022-es első 14-es kormányrendelet biztosítja ennek a forrását, emiatt az önkormányzatoknak külön hozzájárulás fizetési kötelezettsége nem keletkezik, biztosított ennek a kiadásoknak a fedezete és forrása. A Kultúra Napjának előestéjén mutatták be a Perccel Kúriában azt a könyvet, ami a Perccel Mór szülőházának és parkjának botanikai és történeti nevezetességei Bonyhádon címet viseli, és a közelmúltban jelent meg. A kötetben nem csak a parkban található botanikai különlegességekről olvashatunk,
hanem Bonyhádváros híres szülöttének a sokszínű életét is megismerhetjük. Az író-olvasó találkozóra sokan eljöttek, nagy érdeklődés övezte a megjelent könyvet. Percelmor szülőházának és parkjának botanikai és történeti nevezetességei címmel megjelent könyvnek a bemutatóját tartották Bonyhádon a Percel kúriában. A programra nagyon sokan voltak kíváncsiak, alig fértek el a teremben az érdeklődők. A könyv szerkesztője Klebovics Miklós, Tóth István Zsolt és dr. Szőcs Zoltán szerzők mesélték el a jelenlévőknek, hogy a néhai Solymár Imre helytörténész előtt tisztelegnek ezzel a kötettel, aki már 1985-ben a parkról és a kúriáról készült kézirattal megalapozta a szerzőtársak munkáját. A kézirat az akkori állapotnak megfelelően mutatta be elsősorban a parkot és a Percel család történetét egészen a II. Világháború időszakáig. Mikor aztán sor került volna arra, hogy a kéziratot könyvformájában megjelentessék, újabb ötlettel álltak elő a szerzők. Erről beszélt Szőcs Zoltán. Fölmerült bennünk a Miklóssal és a Tóth István Zsolttal egyeztetve, hogy a történeti részben is hozzuk, vezessük végig a történetet napjainkig. Annál is inkább, hiszen a kúriának a felújítása és a parknak a felújítása új helyzetet teremtett. Mert hiszen korábban a államosítás után ez elsőbben kollégiumként működött, a parkja pedig 1976-ban, ha jól emlékszem, természetvédelmi terület lett. A park 40%-ára zsugorodott, mert beépítések történtek, részben középületek, részben lakóházak is épültek, és így ma egy kisebb területen maradt meg a park. Az a pályázat, amely lehetővé tette a park és a kúria felújítását, ez teljesen megújította mindkettőt, az épületet is és a házat is. Ahol vagyunk, az egy történelmi hely, hiszen ebben az épületben született Percel Mór, itt gyerekeskedett a parkban, itt játszott a jobbágy gyerekekkel, és amikor pedig idős korában visszavonult a politikától, akkor itt foglalta írásban, néha hexaméterekben harcait, emlékeit, és hát az ő személyisége az, amelyik ma is azt mondhatjuk, hogy Bonyhád legnagyobb fia. Tehát aki Bonyhádon született, azok közül Percel Mórt kell kiemelnünk, hiszen európér személyiség. Mint ahogy Szőcs Zoltán említette is, a könyvben a botanikai érdekességek mellett Bonyhád híres szülöttének sokszínű életét is megismerhetjük. Percel Mór a felesége halála után kezdte el papírra vetni az emlékeit, megemlítve a politikai szerepléseit, harcait, küzdelmeit, és ezekből a kéziratokból merítettek információt a szerzők a kötet elkészítéséhez. 1884-ben, olyan jól emlékszem, le is közölte egy Tolna megyei folyóiratban az emlékiratait, és azóta is megjelentek már részben a Völgységi Múzeum füzet sorozatában az Idő és a Lélek, és még egy dolgozata Percel Mórnak, tehát ezek publikusak. Illetve hát van olyan, ami még publikálásra vár. Klebovics Miklós, a kiadvány szerkesztője elmondta, eredetileg a kertet botanikai oktatóparknak szánták a diákok részére, hogy biológia órák keretein belül itt tanulmányozhassák a növényeket. Most volt a lehetőség, és igazán partner volt Filonő Ferenci Bolya polgármester asszony, aki felkarolta ezt az ügyet, és támogatta. A másik percelkert, az pedig 2019-ben már, tehát 3 éve szintén, mint arborétum átadásra került, illetve hasonlóan egy ilyen kiadvány is készült. Tehát most már Bonyhádnak 2 arborétuma lesz. A könyvet széles körben szeretnék népszerűsíteni, hiszen a benne megtalálható információkról a szerzők úgy gondolják, hogy mind a fiatalok, mind az idősebb korosztály részére érdekesek lehetnek. Tulajdonképpen ahogy ez a kúria idegenforgalmi turisztikai látványosság is, tehát akik érdeklődnek a környezet iránt, és diákoknak is szeretnénk oktatási célra is, hogy terjedjen. Az iskolák, ez a következő lépés, hogy az iskolák felé majd indul egy program, hogy az információk jussanak el a helyi honlapokon is, a város honlapjára is föl fog kerülni, és mindenképpen egy
egy reklám be lesz indítva, hogy minél többen tudjanak róla, nem csak a járásba, hanem országosan is. A Magyar Kultúra Napjának előestéjén tartott író-olvasó találkozón az is elhangzott, hogy a könyv a Bonyhádi Önkormányzat támogatásával és finanszírozásával készült el, hiszen pályázati forrásokat hívhatott le az értékteremtő kötetek megjelentetéséhez. A szürke hétköznapokat szeretném megszínesíteni, a Sajmár Imre Városi Könyvtár újonnan induló klubja, ahol ezúttal nem az olvasás kapja majd a főszerepet. A kreativitás ott rejtőzik mindenkiben, csak rá kell lelni, ebben szeretnének segíteni. Ha önök is úgy érzik, hogy szívesen ragadnának kötőtűt, esetleg gyöngyöt, akkor mindenképpen érdemes figyelni a következő percekben, hiszen már jönnek is a részletek. Hagyományosan a könyvtár, folyóiratok, papíralapú dokumentumok, könyvek tárolását és közreadását végzi, de a Bonyhádi intézmény szolgáltatásai között a kreativitás is szerepet kap hamarosan. 2015-2016-ban volt már egy klubunk, aminek Ügyes Kezek volt a neve. Ez úgy kicsit ellaposodott a két év alatt, de most szeretnénk újraéleszteni ezt, és hát most legyünk kreatívak együtt, ez lett a klubnak a neve. Reméljük, hogy együtt leszünk kreatívak. Hát az apropó az onnan indult, hogy én sokat kreatívkodom, tehát most egyelőre a kötés horgolás, ami inkább palettán van, de azért sok mindent kipróbáltam. Akik jelentkeztek a klubba, ők is már kötnek, horgolnak, patchworköznek, illetve egyéb más tevékenységet folytatnak, úgyhogy szerintem majd tudunk bármelyik irányba elindulni, ha szeretnénk, és ez lenne a cél igazából, hogy ne ragadjunk meg a kötéshorgolásnál, hanem kicsit úgy minden technikát megismerni, és akkor így egymást segíteni, hogy ki mibe erős, ki mit tud jobban, és akkor így haladunk. Amióta a könyvtár meghirdette a Legyünk Kreatívak Együtt klub indulását, már többen jelezték részvételi szándékukat. Nem titkolt cél, hogy a foglalkozásokon készült munkákból az intézményen belül a későbbiekben egy kiállítást terveznek. Nem csak felnőttek jelentkeztek a klubra, hanem gyerekek is. Nekik azért más, tehát nem hétköznapokon szeretnénk klubot, hanem hétvégén, szombati napokra gondoltunk, akkor talán nincsenek iskolai programok, szülők el tudják könnyebben hozni őket, és hát szeretnénk, hogyha ők is megismernék, hogy azért ez jó. Egy kis önkifejezés, egy kis boldogsághormon tulajdonképpen. A februárban induló heti rendszerességgel megtartott kreatív délutánokhoz bármikor lehet csatlakozni. A kötés, horgolás, gyöngyfűzés és egyéb más tevékenységek iránti érdeklődésen kívül nincs más feltétele a részvételnek. Nem zárkozunk el senki elől, tehát aki esetleg későbbiek folyamán szeretne hozzánk csatlakozni, azokat nagyon szívesen várjuk. Aki nem tud, megtanul, aki meg tud, az reméljük, hogy tovább is fog javulni, vagy fejlődni. Most azért ugye jön a tavasz, akkor ilyen kis ablakdíszeket esetleg, ilyen körbe horgolható fém vagy fa gyűrűket, és akkor abból díszeket csinálni, és akkor ezt úgy megbeszéljük, hogy megnézzük, ugye vannak azért ötletek, interneten találni, hogyha az ember kicsit megakad, akkor találni ezeken az oldalakon olyanokat, ami legalább egy kis inspirációt ad, és akkor azon a vonalon el lehet indulni, és akkor szerintem úgyis mindenkinek egyedi lesz, mert olyat nem fog tudni csinálni, ami ott van, és mindig a saját ízlése valahol belekerül. Sokan vannak úgy, hogy tud kötni, horgolni, de nem tudja a mintát elolvasni. És akkor már valahol ott megakad, és akkor azt mondja, hogy én nem tudok, holott igazából tud, csak ott azon az egy ponton megakad. Ezekben az előadásokban is nagy segítség lehet a könyvtár újonnan induló klubja, aminek közösségépítő ereje is van. A városi intézmény az induló kreatív csoportba várja az érdeklődőket. Az első foglalkozás február 3-án lesz a felnőtteknek, az ifjúságot pedig szombati napokon avatják majd be, többek között a horgolás, kötés, gyöngyfűzés rejtelmeibe. A megemlékezés egyében telt a Bonyhádi Honismereti Kör csütörtök délutáni programja a Vörösmarty Mihály Művelődési Központban. A bátaalpáti születésű helytörténész Kolta Lászlóra emlékeztek, aki idén lenne 100 éves.
Bonyhád múltját meg annyi kötetben ismertette meg az olvasókkal, és tanári pályája folyamán is fontos volt számára a helyi történet megismertetése diákjaival, akik közül többen is részt vettek a tanár úr emléke előtt tisztelgő eseményen. Hogy vitte-vitte szívemet szinte beléd, bonyhádi gimnazistaig. Ilyes Gyula Bonyhádi ég című versével vette kezdetét a bátaapáti születésű helytörténész Kolta László születésének 100. évfordulóján a megemlékezés. A Tolna megyei Egyed Antal Honismereti Egyesület elnöke Kacián János személyes emlékeit idézte fel a tanári pályát választott Kolta Lászlóval kapcsolatban. A megemlékezés fényét a zeneiskola egyik pedagógusának és diákjának zenei betétje emelte. Kolta László lánya, Dóra idézte fel édesapja leírásai nyomán azt az időszakot, ami mély nyomokat hagyott a helytörténészben a katonai szolgálatának idején. Igazán eredeti az pedig az volt, amit ő maga írt, és mindvégig meg tudott őrizni a fogság alatt, utólag azt mondom, hogy csodával határos módon, mert amikor hónapokig Isten szabadlage alatt álltak az egyszár ruhájukban. Szőcs Zoltán, a Bonyhádi Honismereti Kör elnöke kérte meg Laci bácsi lányát, hogy ezt az időszakot ossza meg a megemlékezésre érkezőkkel. Mert hogy erről még nem nagyon jelent meg semmi, nem nagyon hangzott el Bonyhádi környezetben ez a téma, és azt gondolta, hogy én biztos tudok erről. Na most akkor előkerítettem édesapám hadifogoly naplóját, meg azt a dolgozatot, amiben ő ezt a Néprajzi Múzeum pályázatára leírta, és ennek alapján tudtam felkészülni. Igazából nem hallottam többször a történetet. Az a helyzet, amit elmintettem az előadásom, a édesapánk erről nem nagyon beszélt, egy-egy tőmondatban, ha kérdeztünk egy-egy szóban, például az első gimis könyvben benne volt a poátyi székesegyháznak a fotója, mint a román építészeti stílus egyik remek műve, kérdeztem, apu, te ezt láttad? Nem, a tábor messze volt a várostól. Tehát abszolút nem is dramatizálta, inkább ételek kapcsán ő minden ételt elfogyasztott, nyilván nem szeretett mindent, de azt mondta, hogy ételt nem dobunk ki, megette azt is, ami nem a kedvence volt. Tehát minket nem úgy nevelt, hogy kihaigálunk valamit. Tehát ez inkább a nevelésben, meg a szenvedés tűrésében jelentkezett egy ilyen élménynek a hatása. Részben ezt is most értettem meg itt a hadifogoly élménye kapcsán, azt mondta, egy idő után leírja a naplójában, hogy már csak saját magára gondol az ember, csak arra, hogy saját magának jólétet és nyugalmat biztosítson. És a felvidéki dokumentumfilmben is mondja egy bácsi, hogy semmi más nem fontos, mint hogy szeretetben éljünk, békében, nyugalomban. Ő itt ezt megtalálta, ezt a város szerette, ehhez ragaszkodott. Egyszerűen a hűség, tehát ő a Hűséggel a Hazához mozgalomnak is tagja volt, hűnek lenni valamihez, ami jó, amit szeretek, innen miért mennék el? Lehet, hogy van jobb, mindenféle állásajánlatokat kapott, említett egyetemtől kezdve más gimnáziumok igazgatói állásáig. Nem, ő maradt. Semmilyen nyomást nem helyezett ránk, tehát tényleg ő sem pályaválasztásban, sem párválasztásban, sem semmiben ilyen nyomást nem. Mindenki járhatta a saját útját, amit kitalált. Varga betűkkel akár, de ebben nem szólt bele soha. Az előadás során elhangzott információkat Kolta László sosem osztotta meg a családjával, de azt a törést, amit a hadifogság okozott számára, a hozzátartozók tapasztalták a mindennapok folyamán. Ezt maximum felnőttként tudtam feldolgozni, meg hát azért fizikai nyomai ennek voltak, tehát közel 89 éves koráig élt, tehát ilyen értelemben, de hát azért visszerek, meg nem tudom ilyesmi. Én utólag úgy fogalmaztam magammal, hogy az igaz, hogy ami nem öl meg, az megerősít, tehát ezek után itt valaki megmaradt 40 kilóson, innentől kezdve a többi az már nem volt kihívás. A Vörös Marti Műveletési Központban megtartott megemlékezés a Nyugati Hadifogságban címet kapta. Azért erre a témára esett a szervezők választása, mert erről az időszakról nem jelent meg nyomtatásban a helytörténésztől ez idáig semmi. Talán az elejével kezdem, amit annak idején összeszedegettem, hogy megnéztem a digitális archívumban a Kolta Lászlóról szóló a 80. születésnapjára készült kis füzetkét, és ott szerepelt így, hogy Kolta László, Bonyhád és Bonyhád, ugye? Tehát azt hiszem, hogy a Dóri is nagyon szépen elmondta, hogy számára mit jelentett Bonyhád, mit jelentett Bonyhádinak lenni. Az emlékestnek a szerkezetét ő maga határozta meg, hiszen halál előtt két évvel
röviden összefoglalta saját életművét, és ennek a megjelentetését terveztük egy kis füzetben, amit most úgy tűnik, hogy a Bonyhádi Önkormányzat megkontráz, mert egy 200 oldalas kötet lesz belőle. Azok a kéziratok lesznek benne, amelyek még nem láttak nyomdafestéket, illetve amelyekből csak esetleg apró részletek jelentek meg nyomtatásban. Tehát egy ilyen poszthumusz kötet születik az ő műveiből. A 100 éve született helytörténész Kolta László a nagyközönség részéről még nem látott kéziratai, a megemlékezés jegyében az idén nyomtatásba kerülnek. Clarinetissimo ezzel a címmel hirdette meg a térzenei programsorozat következő előadását, a Bonyhádi Vörös Marti Mihály Művelődési Központ. A térzene program alapvető célja, hogy népszerűsítse a jazzt, a népzenét és a komoly zenét a lakosság körében. Ezúttal klarinétos és szaxofonos növendékek hangversenyére került sor az intézmény falain belül. Amennyiben velünk tartanak, az is kiderül, hogy kik is csempésztek az érdeklődők estjébe gyönyörű zeneszót. Fafúvós zeneoktatás régóta sikeres Bonyhádon. A Bartók Béla Alapfokú Művészeti Iskola tanítványai a versenyek mellett számtalan alkalommal varázsolták már el a helyi közönséget, ahogy tették ezt a művelődési központ soron következő térzenei programján is. Azt hiszem, ez egy különleges koncert lesz. Egyrészt azért, mert a zeneiskolánk nagyon sokat jelent az, hogy Bonyhád városa felfigyel rá és mindig vigyáz arra, hogy a zeneiskola is jól érezze magát a városban, és azt hiszem, mi is teszünk azért, hogy a város lakók ezt a kultúrát, amit mi próbálunk emelni és közvetíteni, azt keressék és megkapják. Ebben igyekszünk a mai koncerten is. Azt hiszem, zeneiskolánknak két egyik legmeghatározóbb személyisége jelenik meg a koncerten, és a tanítványaik. Selejnyó Jaroszláv nagyon sok sikerrel büszkélkedhet tanítványaival versenyeken, országosokon, sőt európai versenyeken is, amiért a zeneiskola nagyon hálás neki, hiszen ő nagyon sok munkát áldozott ezért a sok sikerért, és azt hiszem felesége Alexandra pedig egy olyan biztos alapot jelent a klarinétosok számára, ami szerintem feledhetetlen élményt nyújt nekik fiatalkoruktól kezdve időskorukig. Biztos vagyok benne, hogy emlékezni fognak Szandra nénire, ahogy együtt muzsikáltak, hiszen szerintem az együtt muzsikálásnál nincs is csodálatosabb a világon, főleg, hogyha ezzel örömet szerezhetünk a hallgatóságnak. Amikor már odáig eljutnak a diákok, hogy ilyen országos versenyeken megjelennek, akkor nem hiszem, hogy ez stresszt okoz bennük. És azt hiszem, hogy egy kicsit ellenkeznék ezzel az állítással, hiszen hogyha otthon játszunk, akkor minket ismernek és családtagok vagyunk, és örülnek nekünk, és szeretnek, még akkor is, hogyha esetleg megakad egy-egy billentyűn az ujjunk, akkor is az a gyermek, az a mi gyermekünk, és azt hiszem, hogy a legjobb otthon örömet szerezni. Ezek versenyműsorok, hiszen az összes növendék, aki itt szerepel, bejutott országos versenyre, és ezeket a versenyszámokat fogják ma itt megmérettetni közönség előtt, amivel készültek. A diákok Pókai Ágnes, Segyler Réka, Pókai Lilla és Matkovics Milán, akik az este folyamán a tél szürkeségéből zökkentették ki a nagyérdeműt zenéjükkel. Egy országos versenyre készülnek éppen. Ágitól három versenydarabot hallhatott a közönség a télzenei estén. Egy évet furjáztam, és most már 7 éve, hogy klarinétozom. És azért kezdtem el klarinétozni, mert a nővérem mind a kettő klarinétozik, és hát én is utánuk akartam menni.
Van egy kötelező és két szabadon választott darabunk ugye az országosra. A válogató Pécsen volt, és nagyon jó volt a felkészülés végig, mert nagyon jó hangulatba telt jó emberek között, és mindig, már ez a második országos versenyünk, amire készülünk. Többek között olyan híres zeneszerzők művei hangzottak el, mint például Carl Nielsen és Kovács Béla. A télzenei programsorozat február 7-én folytatódik a Bonyhádi Művelődési Központban. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!